Május 9-én második alkalommal szervezett nagyszabású Európa napot a Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola. Az egésznapos program délelőtt 10 órakor kezdődött előadásokkal és az intézmény diákjainak bemutatóival, majd szórakoztató játékok, kiállítás, kerekasztal beszélgetés várta az érdeklődőket. Most a délelőtti program összefoglalóját és az Európa nap értékelését láthatják kedves nézőink. A meghívott vendégek, illetve előadók és jelenlévő diákok köszöntése után a Kossuth Lajos Gimnázium kamarakórusának előadásában hangzott fel Beethoven 9. szimfóniájának egy részlete. Az örömóda, amely 1985-ben vált az Európai Unió himnuszává. Az intézmény vezetője, dr. Pásztorné dr. Vas Anikó, szenyor nagykövet köszöntötte a nap résztvevőit. Tisztelt vendégeim, kedves kollégák és diákok! A megszokott csendő van helyett, KLG kamarakórus által megszólaltatott Európai Unió ünnepeljük az európai békét és egységet jelképező Európa napot. Az idei Európa napunk különleges. 2019-ben a megtisztelő Európai Parlament nagykövetiskolája címet elnyerve ünnepelte először együtt a KLG közössége az Európa napot, majd az ezt követő két évben a Covid világjárvány okozta kihívásokkal teli körülmények között digitális talán kínálta lehetőséggel jelent, csupán online Európa napot tartottunk. A világjárvány mindannyiunkat arra emlékeztetett, hogy mi az, ami igazán fontos az életünkben. Az egészségünk, a természethez való viszonyunk, az embertársainkkal való kapcsolatunk. A világjárvány rámutatott az európai integráció erősségeire és gyengeségeire is. Sokrétűek minket európaiakat érintő kihívások. Az éghajlati válság kezeléséből és a zöld gazdaság létrehozásától kezdve a nagyhatalmak közötti egyre erősödő vetélkedés kiegyensúlyozásán át az ukrán-orosz háborúig. Az Unió legmegfelelőbb útjának megtalálásához érdemes bevonni a fiatalokat is, hiszen a fiatalok tudják legjobban alakítani a jövőt. De hogyan tudjuk őket megfelelően tájékoztatni, motiválni, bevonni? Egy hatékony eszköz lehet az EFASZ program. Az Európai Parlament 2017-től minden tagállamban elindított a nagykövet iskolája programját, melynek célja a fiatalok figyelmének felkeltése Európa és az európai parlamenti demokrácia iránt. A tanév során különféle tanórai és iskolán kívüli programon keresztül aktív ismereteket nyújtva nekik az Európai Unióról és különösen az Európai Parlamentről. Pedagógiai programunkban is meghatározott alapvető feladatunk az egyetemes emberi értékek megismertetése, az európai polgári gondolkodás és értékrend közvetítése.
feladatunk az érdeklődés fölkeltése, a társadalmi jelenségek és problémák iránt, az igény kialakítása közösségi tevékenységekre, iskolai és helyi közéletben való részvételre. Humanizmus, demokrácia, európai ságértékrend kialakítása. 2018-ban benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetően a feltételek teljesítése után 2019 őszén elnyertük az Európai Parlament nagykövet iskoláját címen. A program éves munkatervének megvalósításában minden tanév során 4 motivált, tehetséges, kreatív versenyekedés programok megvalósítása során kiemelkedő teljesítményt nyújtó junior nagykövet segíti a munkámat. Ebben a tanévben Fodor Zsombor, Hajdú Anna, Moldován Dóra és Tajta István. Olyan iskolai esemény, Európa napot igyekeztünk a junior nagykövetekkel az idén is létrehozni, ahol a vezetőség, tanártársai, diákok, a Szolnoki Europe Direct Iroda és a Zöld Európa tanul a segítségével és támogatásával egy sikeres, programokban gazdag napot töltessünk el együtt. Célunk az Európai Unió és az Európai Parlament szerepének és működésének megismertetésén kívül az, hogy a fiatalok megértsék az európai demokratikus gondolkodás lényegét és az európai egység fontosságát. Arra is törekszünk, hogy egyféle szakmai tudással rendelkezzenek diákjaink, és amikor ez a szakmai tudás megvan, ezt tudják is használni. Ezért támogatjuk a vitakultúrát, hogy olyan képességekre, készségekre tegyenek szert, melyekkel boldogulnak az élet bármely területén. Ezt a célt szolgálják a mai az európai közösséghez és az unió nagy kérdéseihez kapcsolódó előadások, valamint akarat a kerekasztal beszélgetés, fiatalok lehetőségei Magyarországon és az EU-ban címmel, illetve másik főérintendő téma a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés. Külön köszönöm meghívott vendégeinknek, Rácz Zsófia helyettes államtitkárasszonynak, dr. Béres Bélának, az Európai Bizottság jogi szolgálata tagjának, valamint Litkei Mátérak, a Klímapolitikai Intézet igazgatójának, hogy ezen kérdésekben segítségünkre lesznek. Biztos vagyok benne, hogy izgalmas előadásokra és beszélgetésre kerül sor, melyek köszönhetően is bővül a diákok tudása és tájékozottsága. Programunk jól illeszkedik városunk visszafülett törekvéseihez is, mivel a városvezetés is kiemelten kezeli a környezetvédelmet és a fenntartható fejlődést, a fiatalok jövőjét, támogatja továbbtanulásokat és segíti munkavállalásokat. Városvezetése igyekszik a fiatalok véleményét beépíteni a város jövőjének tervezésekor. Köszönjük, hogy ezen témák megvitatásában a kerekasztal beszélgetésen megtisztel jelenlétével bennünket Újvári Imre polgármester úr is. Bízom benne, hogy a mai Európa napi rendezvényünk figyelemfelkeltő, így a diákok tudatosabban fogják figyelni, mi is történik körülöttük. Törekedni fognak arra, hogy minél többet tudjanak meg az Európai Unióról, és kellő információval rendelkezzenek az Unió adta lehetőségekről. Fiataljaink kérdéseket tehetnek fel olyan témákban, amikről nap mint nap hallanak a médiában. Remélem, hogy a mai rendezvényen hozzájárulhatunk, hogy minél nyitottabbak legyenek, kísérjék figyelemmel a mindennapi történéseket, ne legyenek közömbösek a közélet témáirán. Mindenkinek tartalmas szórakozást kívánok a mai napra. Az első előadó Rácz Zsófia, a miniszterelnökség fiatalokért felelős helyettes államtitkára volt, aki személyes élményeivel kezdte az előadást. Tisztelt intézményvezető asszony, tisztelt polgármester úr és kedves hallgató diákok, hogyha nem haragszatok, én most a tekezedés formáját választanám, mert azért lássuk be, hogy nincs annyira sok évkülönbség közöttünk. Nagyon megtisztelő nekem, hogy itt lehetek ma veletek, és beszélgethetünk az Európai Unióról, az Európai Unió intézményeiről, és hogy mit is jelent nekünk az Európa Nap. Ha megengeditek, mielőtt természetesen elmondom majd a hivatalos részét is az évnek, ami valószínűleg a legjobban érdekel titeket, de előtte mondanék egy pár személyes élményt, hogy nekem hogyan is alakult az EU-val vagy az EU intézményeivel való viszonyom, hogyan alakult ki bennem az a kép, amit ma Európáról látok. Gimnazista koromban lehetőségem volt elindulni a csapatunkkal egy versenyen, ezt úgy hívják, hogy túl az első X-en. Nem tudom, hogy hallottatok erről korábban. Ezt a Nemzeti Választási Iroda és az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája szervezi közösen ezt a versenyt. Ez egy háromfordulós országos verseny volt, és gyakorlatilag arról szólt, hogy a nemzeti és az európai választási rendszer, az EU-nak az intézményeit, azoknak a működéseit mennyire tudjuk megérteni, hogyan tudjuk ezt átlátni.
Ezt a versenyt csapatommal megnyertük, és az volt a díjunk, hogy az Euroszkóla programon belül ellátogathattunk Strasbourgba, az Európai Parlamentbe. Számomra ott és akkor értettem meg nagyjából, hogy mit is jelent az, hogy Európai Parlament, hogyan is néz ki ez a gyakorlatban, mit jelent Európai Parlament képviselőnek lenni, hogyan működik ez az egész intézmény, de ahhoz, hogy ezt megértsem, ahhoz át kellett élnem. Kellett az, hogy ott legyek, lássam, hogy hogyan is működik ez a gyakorlatban, és ezt azért mondtam el, mert az Ifjúság Európai Évének is egyébként ez lenne a célja, hogy a fiatalokat bevonva, titeket bevonva értsétek és tapasztaljátok meg azt, hogy hogyan is működnek az EU-s intézmények, hogy ne csak egy tanórán vagy egy tankönyvből elolvasva tudjatok erről, az is nagyon fontos, és az is nagyon szükséges. De ennél még jobb az, hogyha valaki ott tud lenni a saját szemével, látni, hogy milyen érzés is mondjuk kimenni az Európai Parlamentben a pulpitushoz, és ott elmondani egy felszólalást. Számomra ez nagyon meghatározó élmény volt. A másik pedig, amit szeretnék elmondani, és amit remélem, hogy nektek is lesz alkalmatok átjárni, ez az Erasmus Plus program, amit már a gimnáziumban is az intézmények bevezetnek erre a programra. Én életemben akkor először utaztam el Olaszországba és Németországba, mert az Erasmus Plus program keretén belül a gimnáziumunk egy hármas csereprogramon belül, így egyik országból utazgattunk a másikba, németek és olaszok jöttek hozzánk, mi is mentünk Olaszországba, Németországba, meg láttuk azt, hogy ők hogyan, mit tanulnak, különböző tudományfelületeken milyen eredményeket érnek el, és nagyon jó volt, hogy új nemzetközi barátokra, ismerősökre tehettünk szert, és kialakult egy olyan nemzetközi közösség, amivel egyébként még a mai napig is tartjuk a kapcsolatot. Csak arra szerettem volna röviden rávilágítani ezekkel a személyes példákkal, hogy nem kell, hogy az Európai Unió vagy az EU intézményei egy ilyen elvont dolog legyen a fejünkben, hanem rengeteg olyan program és lehetőség van, amin keresztül személyesen is megtapasztalhatjátok ti is, hogy mit jelent ez a gyakorlatban. Ez lenne a célja ennek az évnek. Most pedig akkor jöjjön a hivatalos része, hogy miről is fog szólni, vagy miről is szól, hiszen már tart az Ifjúság Európai Éve 2022-ben. Ez a tematikus év egyszerre egy köszönet és egy lehetőség. Egyrészt köszönet a fiataloknak, nektek azért a helytállásért és szolidaritásért, amit a járványhelyzet alatt tanúsítottatok, tanúsítottunk, mint állampolgárok, egészségügyi dolgozók vagy éppen önkéntesek. A fiatalok több korcsoportnak segítettek a problémáik megoldásában, és lássuk be a bezártsággal teli napok elviselésének megkönnyítésében. Ez az év a köszönet mellett, ahogy mondtam, egy lehetőség is, hogy még jobban megerősítsük a saját helyzetünket az Európai Unióban, azáltal, hogy tematikus programokban veszünk részt, és kinyilván az álláspontunkat, aminket érintő kérdésekben, bele tudunk szólni azokba a döntéshozatali folyamatokba, amik rólunk szólnak, hogy ezek minket befogva, mert nélkülünk szülessenek meg ezek a döntések. Kormányzati szempontból mi szakértői szakmai ösztönzőként tekintünk az idén megvalósuló, a fiataloknak a demokratikus részvételének az erősítését, fontosságát hangsúlyozandó konferenciákra, tanulmányokra, amelyek által ti nem csak részesei lehettek az eseményeknek, hanem esélyt is kaptok, ahogyan ezt említettem, hogy belülről lássátok az intézményeknek a döntéshozatali mechanizmusait. Mi a kormányzat részéről bízunk benneket a fiatalokban, a képességeitekben, a szervezőkészségetekben, és ezért Magyarországnak az egyik legnagyobb fiatalokkal, ifjúsággal foglalkozó ernyő szervezetét, a Nemzeti Ifjúsági Tanácsot kértük meg arra, hogy segítsen nekünk a kormányzatnak ennek az évnek a lebonyolításában. Minden országban ki kellett jelölni egy úgynevezett nemzeti koordinátor, ez hasonló lehet akár egy juniornak követnek a szerepéhez, aki ezt az évet képviseli Magyarországon, és Magyarországot képviseli az Európai Unióban. Ezért örülünk, hogy együtt tudunk működni a Nemzeti Ifjúsági Tanáccsal, és az általunk kijelölt nemzeti koordinátorral foglalkozó órával egyaránt. Az év során előtérbe helyezzük azokat a kezdeményezéseket, amelyek segítik a fiatalokat a képességeiknek fejlesztésében, készségfejlesztés és tapasztalatcsere révén. Szeretnék, hogyha ebben az évben még több minden a fiatalokról, rólatok szólna, nem csak események, konferenciák, de kutatások és felmérések formájában is. A kutatások vagy tanulmánykötetek nem csak a fiatalok igényeiről festenek fel friss képet, de mi a kormányzat visszajelzést is kapunk az ifjúsági szektorban eddig elért eredményeinkről. Ezért támogatjuk azt, hogy az Ifjúság Európai Éve alatt elkészülendő tanulmánykötöteket
amelyek által nem csak jobban megismerjük a folyamatosan változó trendeket, hanem többet tudunk meg arról, hogy mik azok az ösztönzők, amivel motiválni tudunk titeket fiatalokra. A magyar fiatalok az EU-s intézményekben is kipróbálhatják magukat gyakornokként, rengeteg ilyen lehetőség van, lehet, hogy ezeket már részben ismeritek, de lehet, hogy lesznek még újak, amiket a mai napon tudunk majd megvilágítani a számotokra. Az egyik leghíresebb az úgynevezett Blue Book Traineeship program keretein belül van, ami az Európai Parlament és az Európai Bizottságban tudjátok kipróbálni magatokat, hogy hogyan is néz ki, hogyha valaki ott dolgozik. A közösségeknek különösen fontos szerepe van a mobilitás terén, az Erasmus Plus és az Európai Szolidaritási Testületnek a programjai nem csak egyéni projektek megvalósítására adnak lehetőséget, hanem csoportos önkéntes projekteket is lehet indítani, amelyek a helyi kis közösségek számára adnak lehetőséget tapasztalatszerzésre, ösztönzik fiatalokat a későbbiek során a külföldi mobilitásra és a határon átnyúló önkéntes tevékenységekre is. Az Ifjúság Európai Éve kapcsán az intézkedések által mind nemzeti, hazai, mind pedig nemzetközi szinten törekszünk a fiatalok pozícióját erősíteni, támogatni őket és közösségeiket. Ez az év egy lehetőség, de mi fiatalok adunk értelmet neki, mi tudjuk megtölteni tartalommal. Zárásként hadd mondjam el még azt, hogy múlt héten, csütörtökön és pénteken Bordeauxban, Franciaországban voltam egy európai ifjúsági konferencián, ahol megkérdezték tőlem, hogy nekünk Magyarországnak mi a célunk ezzel az évvel, hogyha egy mondatban kéne megfogalmaznom, mit mondanék, hogy mi a célja az ifjúság európai évének nálunk Magyarországon. Én ezt úgy tudtam megfogalmazni, hogy most is ezzel szeretném zárni, és ezt útra valóként nektek adni, hogy a célunk ezzel az évvel az, hogy olyan maradandó, állandó értéket, lehetőséget teremtsünk meg számotokra, hogy ne csak 2022, hanem 2022 után minden év az ifjúság európai évvel lehessen. Köszönöm szépen a figyelmeteket! Dr. Béres Béla az Európai Bizottság jogi szolgálatának tagja az Európai Unió intézményeiről tartott tájékoztatót. Az előadó először az unió jelképeiről beszélt, majd a 7 Európai Uniós intézményről szólt részletesen. Az Európai Bizottságtól jöttem, és rendkívül megkapott ez az öröm oldalit, amit hallottam a gyertek előadásában. Szerintem akkor lesz Európa, hogyha ez a hívusz mindenkinek a nemzeti himnusza mellett ugyanolyan, tehát vagy hasonló átélést tud jelenteni az egység és az összetartozás tudatának kialakítására. Az Európai Unió többi jelképét, ugye az engem bevezető kollégám azt mondta, hogy az Európai Unió egyik jelképéről van szó. Emellett csak azért sorolom fel, biztos mindenki tudja, de az Európai Uniónak van még négy másik jelképe. Ugye a zászló, mindenki lát. Van a egységben a sokféle, tehát egységben a sokféleségben, és vagy egyesülve a sokféleség, azt hiszem, hogy úgy van. Az euró, mint fizetőeszköz, tehát az Európa nap, amit most itt ünnepünk, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarország tulajdonképpen az euró csatlakozást is vállalhat állatokban, úgy csatlakozott. Tulajdonképpen mindenki ilyen képet elég valósan hordozza, és nagyon remélem, hogy a tiszteletben is fontos jelenlétekről van szó. Dr. Béres Béla ajánlott a fiataloknak, hogy pályázzanak az unió gyakornoki programjaira. Ezt követően a diákok előadása színesítette az Európa Nap programját angol, német és francia nyelvű bemutatókkal. Ritkei Máté, a Klímapolitikai Intézet igazgatója ezek közül a falak közül indult el, ezért először fiatalkori élményeiről mesélt. Amikor a klímaváltozással kezdett foglalkozni, azt tapasztalta, hogy az emberek pesszimisták ebben a kérdésben, pedig rengeteg innováció született ezen a területen. Jó látni egy fiatal, lelkes, tehetséges utánpótlást, azok vagytok. Ti vagytok a jövő reménység, akár az akadémiai szférát, ez a versenyszférát, vagy a döntéshozatali kört. Úgyhogy valóban egy hasonló előadással készültem, mint ahogy ez föl lett konferálva. El is készítettem ezt az előadást, azonban
idefele jövet, az autóba előttörtek az emlékeim. Én innen ezen falak közül kerültem ki. Egy helyről indultunk, mondhatni, kicsivel talán előre járunk ezen az úton, mint ti. És ezt csak így zárójára jegyzem meg, hogy olyan furcsaságok estek meg itt ebben a teremben, ezen a színpadon, hogy a Dirty Dancingből a Johnny Cash-t alakítottam az egyik KLD lapon, sőt egyszer még a Michael Jackson szerepébe is bele kellett volna, azóta is néhány embernek rémálmai vannak, de ezen túl vagyok. És hát elképesztő mennyiségű élménnyel gazdagodtam itt, és elképesztően szerencsések vagytok, hogy itt tanulhattok a Kossuth Lajos Gimnáziumban. Zsitkei Máté bízik a jelenlegi fiatal generációban, akik előtt nagy lehetőségek vannak. Jó tanácsokat fogalmazott meg a diákoknak, tűzzenek ki célokat és haladjanak ezek felé, az akadályokat lehetőségként találják meg és legyenek kitartóak. A gimnázium junior nagykövetei Fodor Zsombor, Hajdú Anna, Moldován Dóra és Tajta István együtt mutatták be azt a tevékenységet, melyet az Európai Parlament nagykövet iskolája cím elnyerése után végeztek. Az előadás prezentációból és személyes bemutatkozásokból állt. A következő esemény az Erasmus Plus program bemutatása volt. A programban résztvevő diákok és Manokné Andrási Edit angolszakos tanárnő adott tájékoztatást azokról a projektekről, melyekben közreműködött a gimnázium. Jelenleg 3 pályázatban vesz részt az intézmény. Manokné Andrási Edit adatokkal egészítette ki a diákok beszámolóját, elmondta, hogy 20 ország 46 iskolájával kerültek kapcsolatba, a gimnázium több mint 150 diákja vehetett részt eddig Erasmus Plus projektben. Az utazások során különböző országok kultúrájába tekinthettek be. Kialakult kapcsolatokat a pályázat befejezése után is fenntartják. A rendezvény után a jelenlévők tájékoztatást kaptak arról, hogy milyen további programok lesznek a nap folyamán, illetve Rácz Márk előadásában a Vén Európa című dal hangzott el. Dr. Pásztorné Dr. Vas Anikót, a gimnázium intézményvezetőjét az Európa Nap értékelésére kértük meg, majd Kisné Sós Ágnest, a Karcagi Tankereti Központ szakmai igazgatóhelyettesét, Dr. Béres Bélát, az Európai Bizottság jogi szolgálatának tagját, Rácz Zsófiát, a miniszterelnökség fiatalokért felelős helyettes államtitkárát, és Zsitkei Mátét, a Klímapolitikai Intézet igazgatóját hallhatják. Sok rendezvényről és programról tudtunk tájékoztatni az utóbbi időben, hiszen megnyílt a terep, megnyíltak a lehetőségek, hogy most már tudnak utazni ezekkel a pályázatokkal kapcsolatban. Egyfajta összegzés volt ez a bizonyos Európa Nap, és mi minden még, ami a mai napon kaptak a gyerekek, ezt kérdezem most intézményvezető asszonytól, hogyan élte meg a mai napot? Nagyon örülünk annak a lehetőségnek, hogy végre a világjárvány lecsendesülőben és 2 év elteltével újra élőben megrendezhettük az Európa Napot, hiszen 2018-ban pályáztam meg az Európa Parlament nagykövet iskolája programot, és 2019-ben kaptuk meg ezt a címet, és tartottunk egy nagyszabású Európa Napot, de sajnos a járvány közbeszólt, és a következő 2 évben csak online módon volt lehetőségünk megtartani, úgyhogy nagyon örültünk, hogy összefoglalhatták a junior nagyköveteink az eddig elvégzett munkánkat, programjainkat, iskolai és iskolán kívüli tevékenységeinket. Ezen kívül bemutatkozhattak az Erasmus Plus pályázatban résztvevő diákjaink, az eddigi, illetve a jelenleg futó pályázatainkkal. Egy kis kulturális programban is volt része a közönségnek, angol, francia és német nyelvű előadásokat láthattak, és külön köszönöm a meghívott vendégeinknek, hogy nagyon tartalmas előadással örvendeztették meg a közönséget, Rácz Zsófia helyettes államtitkárasszony, Dr. Béres Béla nemzetközi jogász a jogi bizottságból, illetve Zsitkei Máté, akire hagyd mondjam, hogy külön nagyon büszkék vagyunk, hiszen egykori diákonként ért vissza a színpadra és tartott előadást, most jelenleg a Klímapolitikai Intézet igazgatója. Valahol a nyelvek azok, amik összefogják ezeket, és mint említette intézményvezető asszony, az angol, a német és a francia, és erre van itt lehetőség a gyerekeknek, hogy ezeket tanulják. Valóban annyi minden plusz tud adni ezek a programok, annyit tudnak a gyerekeknek, hogy így mehetnek, és egyfajta ilyen jó érzés újra visszanézni mindezt, újra összegezni mindezt?
Igen, nyilvánvalóan az Erasmus Plus pályázataink, aminek szintén közbeszólt a világjárvány, és most az elmúlt két évben nem volt lehetőség külföldre utazni a diákoknak. Újra nagy öröm, most éppen Finnországban van kint az iskolából delegációnk. Igen, nagyon sokat profitálnak a diákok ezekből a külföldi programokból, hiszen élőben használhatják a közös nyelvet, ami többségében az angol, illetve olyan barátságokra tesznek szert, ami akár egy életre szóló barátság, és megismerhetik más országok kultúráját. És visszatérve az Európai Parlament nagykövetiskolája programra, itt is törekszünk arra, hogy a gyerekek minél nyitottabbak, érdeklődőbbek legyenek, vegyenek részt, legyenek tudatos magyar állampolgárok, és legyenek tudatos európai állampolgárok. Gondolom a meghívott vendégek is éppen azért ezzel a klímával kapcsolatos, illetve az európai jogokkal kapcsolatosak voltak, hogy egyfajta olyan beszámolót tudjanak tartani a gyerekeknek, ami számukra is még inkább alátámasztja, hogy fontos ezekben a programokban részt venni. Igen, hiszek benne, és remélem, hogy ezekkel a programokkal el is tudjuk érni, hogy valóban nyitottakká váljanak a diákjaink és érdeklődőek, és az, amit nap mint nap a médiában hallanak, hogy mi is történik Magyarországon, Európában és a világban, merjenek kérdezni, merjenek gondolkodni, és később akár Littkei Mátéhoz hasonlóan, akár tényleg tevékenyen részt vehessenek a jövő alakításában. A Karcagi Tankerület részéről Kisnis Hús Ágnes volt, aki megtisztelte a Kossuth Lajos Gimnáziumban mai napon folyó Európa napot, és vehetett részt abban, hogy összegezzék a gyerekek mindazt, amit elértek ezek alatt az évek alatt, ami a pályázatokkal és ezekkel a nyelvi utakkal kapcsolatos volt. Hogyan érezte magát, és hogyan összegezni ön, hogy mit él meg a tankerület abból, ami a gimnáziumban, mint munka folyik? A Karcagi Tankerületi Központ egyetlen gimnáziumot tart fent, a Tisza Ferenc Kossuth Lajos gimnáziumot. Nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy az európai válás útján egy olyan tehetséggondozó programot valósítanak meg a gyermekek körében, ami egy igazi útravalót ad a diákok számára. Az intézményvezetője egy rendkívül innovatív intézményvezető, és a nevelőtestület valamennyi tagjáról ugyanezt el tudjuk mondani. Hiszen akár az Erasmus Plus pályázatokat nézzük Monok Péter összefogásával, akár az intézményvezető által megvalósított programot, a junior nagykövetek munkáját, melyről egy igazán széleskörű összefoglalót láthattunk a mai napon, csak elismeréssel és büszkeséggel tudunk róluk szólni. Gondolom, hogy ilyenkor arról is képet kapnak egy kicsi, hogy a nyelvtudás és a nyelvoktatás valóban olyan színvonalon folyik a gimnáziumban, mint amilyennek kell egy közöbb intézményben lenni. A gyerekek azt tudjuk, hogy nagyon sok mindent kapnak ezektől az utaktól. Mi az, amit önök érzékelnek ebből, hogy mit tudnak profitálni ezekből a pályázatokból a gyerekek? Amit a fenntartó érzékel, ha nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy nagyon sok gyermek tesz középfokú, sőt emelt szintű nyelvvizsgát. Nem titok, hogy mi minden évben ezeket a mérhető adatokat nyilván tartjuk, hiszen elsősorban ezek lesznek azok, amelyek számszerűen bizonyítják a szakmai munkát, de az, hogy itt egy nyelvvizsgaközpont is működik, és ezáltal lehetőséget tudunk a helyben való nyelvvizsga letételéhez biztosítani, egy magabiztosságot adhatunk a tanulóknak, és ezáltal is segítjük az intézményt, hogy minél több gyermek tudjon nyelvvizsgát tenni. Természetesen ez nem működhetne, hogyha nem lennének azok a kiváló nyelvtanárok, amelyek ezekre a nyelvvizsgákra felkészítik a gyermekeket. És tulajdonképpen az, hogy egy Európa napot ilyen színvonalon tudunk megvalósítani, ilyen vendégeket tudunk invitálni, és ahogy jöttünk ki a rendezvényről, hallhattam elcsípve egy-egy mondatot, hogy hogyan vélekednek a meghívott vendégek az intézményben folyó szakmai munkáról, megerősítem, hogy ez büszkeséggel tölt el bennünket, és a tankerület is hasonló véleményem van. A középiskolásoknak is tisztába kell lenni azzal a jogi háttérrel, vagy legalábbis valamilyen szinten megismerkedni, ami az EU működéséhez szükséges. Dr. Béres Béla volt olyan kedves, és megtisztelte rendezvényünket, és eljött erre az Európa napra, ami olyan szempontból is fontos, mint a diákok, mint pedig a gimnázium számára, hogy összefoglalja az eddigi tevékenységet. Ön mindebből mit tapasztalt, és mit üzen a diákoknak jogi szemmel? Az Európai Uniót az alapító atyák tulajdonképpen a béke projektjeként hozták létre. A békét úgy lehetett megállapítani, megalapítani és fenntartani, hogy ennek jogi struktúrát, jogi szerkezetet adtak.
Az európai közösség, ahogy eredetileg hívták, európai gazdasági közösség, majd csak európai közösség, elsősorban jogközösség. Tehát közös értékeken, közös jogérzéken, a tagállamoknak a közös alkotmányjogi hagyományain alapul. Emellett rendkívül fontos az, hogy közelítenünk kell a társadalmak szintjén is az egyes tagállamoknak a lakosságát. És ebben fantasztikusat nyújtott az Európai Unió az elmúlt, hát több mint 70 évben azt lehet mondani. És a soknyelvűség az egyik fő politikánk, amelynek megvan a jogi alapja is, de emellett erre szeretném bátorítani a Kossuth Lajos Gimnáziumnak a rendkívül értelmes, jól felkészült, vállalkozókedvű diákjait, akiktől angol, francia és német nyelvű előadást is láthattunk ma, hogy ne csak az angolban gondolkodjanak, hanem minden más nyelvben. Az angol persze kiemelkedően fontos, hiszen a legelterjedtebb nemzetközi nyelv, de a német és a francia is munkanyelve az Európai Bizottságnak, és emellett ugye a francia, ezt kell látni a franciásoknak, lehet, hogy itt kisebb a csoport, mondom, hogy francia nyelvű városokban működik az Európai Unió, tehát Brüsszel, Luxemburg, mindkettő francia, és Strasbourg is, ugye francia nyelvű is. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy vegyék komolyan az idegen nyelv tanulást, az idegen nyelv tudás aktív kell, hogy legyen. Jelenleg nincsenek egyszerűen olyan indokok, aminek alapján azt lehetne mondani, hogy hát csak utazással lehet. Tulajdonképpen a házunkba tudjuk varázsolni a világháló lehetőségei révén, házunkba tudjuk varázsolni azt a nyelvi környezetet, hogy minden egyes tevékenységi területen podcastok hallgatásával felfejleszteni azt a tudást olyan tudásra, mint hogyha mindig is ott élt volna. Megmondom őszintén, amikor először Angliában megjelentem, azt hitték, hogy valami diplomáták vagyok a gyereke, és akkor mondtam, hogy, és kérdezték, hogy már ugye egész gyerekkoromat itt éltem, mondom, nem, a BBC World Service-t hallgattam, és akkor ezáltal ugye automatizmusok, németül meg a Deutsche Welle-t, vagy a Deutschlandfunkot, franciául a Radio France Internationale-t, nem tudom, van más nyelv oktatás itt még az is, tehát ez a három van, úgyhogy rendkívül fontos, hogy az emberek legalább egy idegen nyelven képesek legyenek a gondolataikat tudatosan kifejezni, és ez visszahat a magyar nyelv érzékükre is. És a nyelv az jog is, mert a jog a nyelven keresztül tud szólni, tehát a kettő teljes mértékben összefügg. És ma, amikor van egy ilyen világkultúra, ahol már tulajdonképpen visszaszorulóban van, mert az angol annyira kezdi kiszorítani a többi kommunikációt, higgyék el a gyerekek, vagy a diákok, a jövő nemzedékei, hogy sokkal fontosabb lesz a jövőben. Ma már mindenki tud, nem azt akarom mondani, hogy az angol nem, az angol nagyon fontos, de az angol mellé kell legalább egy idegen nyelv még. Tehát ez volt az én tanácsom a Kossuth Lajos Gimnáziumnak. És azért a diákoknak még azt is hozzátenném, láttam, hogy milyen csodálatos tehát csereprogramokon vettek részt, és ezt szerintem az Európai Bizottság összes felmerülő forrásával tovább kell fejleszteni. Ebben nagyon bízunk mi is itt a gimnáziumban, hogy ez a további támogatás és továbbfejlesztés ez ugyanúgy meg fog valósulni. Mennyire tudott ez alatt a nap alatt ön arról megbizonyosodni, hogy valóban itt a gyerekek egy olyan nyelvtudással rendelkeznek, akár ezen utak alkalmával, akár pedig a nyelvvizsga felkészítés során, hogy ezzel, mint ahogy egy kicsit idézek magából a műsorból, akár itt, akár külföldön érvényesülni tudjanak? Meglepő volt, hogy milyen jó kiejtéssel, és tehát azért volt meglepő, mert ugye sokszor szoktuk azt mondani, mi magyarok, hogy hát nekünk olyan nehéz, mert távol áll a nyelvünk. Én pont az ellenkezőt hallottam, most egy olasz kolléga nem mondta, fú, hát az nagyon nehéz a magyar nyelvet, nehéz lenne megtanulni, meg azt mondtam neki, értsd meg, nekünk pont akkor a távolságot kell legyőznünk, amikor mondjuk én olaszul tanulok meg, mint amennyit neked a magyarhoz, és hát úgy meglepődött. Tényleg való igaz, hogy a mi nyelvünk nagyon különleges, de azt láttam itt, hogy Tiszafüreden is megfelelő nyelvtanárokkal, nyilván a nyelvtanároknak a munkája is benne van, és hát gondolom a világháló lehetőségeit is hallgatva, nagyon jó kiejtést hallottam, és nagyon, nagyon folyamatosan beszéltek a gyerekek, úgyhogy csak gratulálni tudok ez az egészhez.
azon a munkán kívül, ami egyébként itt a nyelvvizsga oktatással kapcsolatos, illetve a nyelvvizsga felkészítéssel kapcsolatos, valamint ezekkel az utakkal kapcsolatos, mi az, amit még esetleg így hirtelen tudott a gimnáziumból felfogni, és a gimnáziumból érzékelni, mi az, ami megfogta esetleg itt a folyosón haladva? Ez az Európa tudat. Megmondom, meghatotta, hogy ezt az európai himnuszt, az örömódát ilyen gyönyörűen énekelték, és tényleg áthatott ezen, hogy az Európai Unió összetartozás tudata, a közös értékek, ez a diákoknak, ez a nemzedéke már tehát magától értetődőnek veszi. És remélem, hogy a jövőben ez minden szempontból a fősodorvonalbeli meggyőződés lesz, hogy a magyarságunkat a legjobban úgy tudjuk kifejezni, hogyha ezáltal erősítjük az európai közös házat, közös hazát, és a többi európai országa most, amikor ugye támadás alatt vannak az értékeink, valószínűleg mindenki számára nyilvánvaló lesz, hogy ezek védendő dolgok, és természetes készségként láttam ezt a diákokban, úgyhogy ez az, ami leginkább megfogott. Kossuth Lajos, Tisza Füred és teljes Európa pártiság. Helyettes államtitkár asszonyt üdvözölhetem a Főnix Televízió nevében. Nagyon szépen köszönjük, hogy az Európa napot megtisztelte egy Tiszafüreden a Kossuth Lajos gimnáziumban, és részvételével emelte a rendezvényt. Az Európa nap számunkra, a gimnázium számára egyfajta összefoglaló azon programokról, amik teljesültek az elmúlt években, és a gyerekek ezt szeretnék bemutatni. Mit tapasztalt így nézve ezt a délelőttöt, hogy hogyan szerepeltek a gyerekek, és milyen sikereik voltak? Nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek az Európa napon. Én a köszöntőmben elmondtam a személyes tapasztalataimat, hiszen az Európa nap arról is szól, hogy nekünk fiataloknak mit ad Európa, milyen programokat, milyen lehetőségeket. Azzal a céllal érkeztem, hogy az ifjúság európai évéről, programokról, lehetőségekről meséljek a fiataloknak, de arra kellett rádöbbennem, hogy talán még többet is tudnak ezekről, mint én, hiszen elnézve a prezentációkat, a beszámolókat, a junior nagyköveteknek a beszámolóit, elképesztő tudással rendelkeznek már most az Európai Unióról, úgyhogy egy nagyon jó befektetés ezekbe a fiatalokba fektetni, foglalkozni velük, mert látszik, hogy keresik proaktívan a lehetőségeket, úgyhogy egy nagyon pozitív, kellemes csalódás ért itt, és jó látni azt, hogy ennyire érdeklődő, és az Európai Unió ügyeivel, intézményeivel tisztában lévő fiatalok tanulnak itt a gimnáziumban. Próbálja intézményvezető asszony pront ezekkel a programokkal őket rávilágítani, hogy egy középiskolásnak igenis keresni valója van ezekben a programokban, mint a jogi háttérre, hogy tisztában legyenek, akár a klímapolitikával, és akár magával a nyelviességgel, hiszen itt azért közös nyelvekről beszélünk. Önnek mi a tapasztalata, hogy a gyerekek milyen tudással rendelkeznek ilyen szinten? Azt látjuk, hogy egyre több gyermek, egyre több nyelvet beszél, és pontosan ezért is támogatjuk 2018 óta azt, hogy a fiatalok, hogyha megszerzik az első sikeres nyelvvizsgájukat, akkor a kormányzat visszatéríti ennek a nyelvvizsgának az árát. Ezzel is szeretnénk őket inspirálni a nyelvtanulásra, hiszen ma már alapkövetelmény, hogy az ember beszéljen minimum angolul, németül, franciául, és jó látni azt, hogy ma volt angol, német, francia bemutató, látszik, hogy mind a három nyelvterület nagyon komoly gondozás alatt áll itt a gimnáziumban, úgyhogy hogy a nyelvtanulás az nagyon jó kezekben van. Az európaiság valahol ezeknek a nyelveknek a tudását is feltételezi, de ugyanakkor ezeknek a programoknak a meglétét, a létjogosultságát is, és mint ön is említette a délelőtt folyamán, akár a Túl az X-ent tekintjük, vagy az Erasmus Plus-t, ezekben volt szerencséje részt venni. Ön hogy élte meg ezeket a pályázatokat, programokat? Azt mondhatnám, hogy ezek a programok vagy pályázatok kinyitották számomra a világot, kinyitották annak a lehetőségét, hogy nemzetközi barátságokat kössek, hogy egy olyan hálózatnak a részese lehessek, hogy gyakorlatilag bárhova megyek a világban, van egy ismerős arc, akivel tudok találkozni. Nagyon fontos pillanatok ezek, főleg egy gimnazista életében az első külföldi út, az első külföldi ismerős, az, hogy a tudását, a tanulmányait kamatoztathatja külföldön, úgyhogy az Erasmus Plus program vagy akár a Túl az X-en pályázat mind-mind olyan lehetőségek, amik kinyitják a világot a fiatalok számára. Esetleg önnek már van tapasztalata, hogy mennyire nyitottak a mi diákjaink, mennyire voltak magabiztosak ezeken a prezentációkon?
Én bevallom őszintén, hogy visszaemlékezve az én gimnazista éveimre, én biztos, hogy nem mertem volna kiállni, és ilyen performanszokat, ilyen előadásokat, prezentációkat megtartani. Nagyon sokan kivették a részüket ezekből, és látszott, hogy sokat készültek rá. Ez nem egy ilyen rögtönzött előadás volt, hanem a felkészítő tanároknak is nagyon komoly munkája volt benne, és jó volt a diákok lelkesedését is látni. És egy utolsó zárszóként mit üzen a KG-s diákoknak, mit üzen nekik akár a nyelvtanulással, akár az európaisággal, akár a jövővel kapcsolatban? Nagyon röviden azt mondanám, hogy csak így tovább, mert tényleg elképesztő látni azt, hogy mennyire aktívan részt vesznek, nem csak az iskola életében, hanem akár a junior nagykövetek az Európai Unió intézményeiről való tudásnak a terjesztésében is, úgyhogy higgyék el, hogy nagyon sokakat inspirálnak azzal, hogy hogyan állnak hozzá ehhez, úgyhogy legyenek jó hatással a társaikra, és győzzék meg őket is, hogy ők is ilyen aktívan vegyék ki a részüket ezekből a programokból. Üdvözlöm Litkei Mátét, aki öreg diákként a KG falai közé úgy gondolom, hogy egy kicsit ismerősként lépett vissza, de ugyanakkor itt már más minőségben és más minősítésével jött vissza, hogy üdvözölje mindezt az Európa napot, mint pedig az itt tanuló diákokat. Kérdésem az lenne önfelé, hogy mennyire látja fontosnak a klímavédelmet, a újrahasznosítást a középiskolás gyerekek számára, mennyire tudnak ők ezzel azonosulni, és hogyan élik mindezt meg, valóban meg tudják-e valósítani? Én azt gondolom, hogyha bárki ezzel a generációval kicsit elbeszélget, akkor azt látja, hogy elképesztően fontos maga a klímaváltozás és a környezetvédelem is. És ez nagyon fontos, hogy olyan információk találják meg a fiatalokat már ideje korán, amik érzékenyítik a téma iránt őket, és megkapják azokat a nagyon fontos tudásokat, amivel később majd akár a szakmaválasztás során el tudják dönteni, hogy ők hogyan fognak hozzájárulni ezen problémák megoldásához. Itt a legnagyobb kihívást ebben látom, hogy a fiatalokat olyan útra tereljük, amivel értelmesen hozzá tudnak járulni a célok megvalósulásához, akár hogyha ők jogászok akarnak lenni, akár hogyha közgazdászok, akár ha mérnökök. A lényeg az az, hogy segítsük őket ezen az úton, kapják meg például olyan pályázatokon keresztül, amit itt a Kossuth Lajos gimnáziumba is elérhetnek, olyan programok keretében, ahol akár külföldre utazhatnak és tapasztalatot gyűjthetnek, és terelgessük őket ezen az úton. Én azt gondolom, hogy a KLG ebben egy nagyon fontos feladatot lát el. Az Európa nap csak egy kis betekintést, egy pici szeletet mutat mindabból a munkából, ami itt folyik, de mi az, amit tapasztalt? Valóban megérik-e a diákok itt azt a szintet, és elérik-e azt a szintet, hogy tudatos európai környezetvédőknek lehessen őket nevezni? Én azt gondolom, hogy az itt látottak alapján bátran kijelenthető, hogy a Kossuth Lajos gimnázium élen jár ezekben a dolgokban. Elképesztően színvonalas programot raktak össze a diákok, és visszatekintve, hogy az elmúlt évben, években milyen programokon vehettek részt, én azt gondolom, hogy elképesztő lehetőségeket kaptak. Itt tényleg csak azon múlik, hogy megragadják ezeket a lehetőségeket, hogy ők valóban elkötelezettek-e a saját tanulmányaik iránt. Én azt gondolom, hogy ehhez a pedagógus gárda is adott itt Tiszafüreden. Kicsit haza is beszélek, hiszen itt végeztem a Kossuthban, de azt gondolom, hogy igen, abszolút nagyon haladó szellemiség az iskola tekintetben, abszolút halad a trendekkel, és mindent megad a diákoknak, ami ehhez szükséges.